Álmodik a fenyőfácska, oda kinn az erdőn, ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban, dallal várjuk és örömmel, boldog otthonokban. De legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívében költözik be szent karácsony ünnepén a béke. Szép karácsony ünnepén az a kívánságom, hogy legyen boldog mindenki, széles a világon, itt is, ott is mindenütt, legyen mindig béke, szeretet lakozik az emberek szívébe. Holnap, mi lesz holnap? Szaloncukrot csomagolnak, dobozokat kötözgetnek, mosolyog is felnőtt gyermek. Egyet alszunk még az ágyon, és holnap jön a szent karácsony. És most kérünk szépen egy kis segítséget az énekhez. Együtt énekeljük el a kis karácsonyt. Jó, segítsünk a lányoknak. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a karácsom? Ha kisült, már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda. Jaj, de szép a karácsonyfa, béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra. Karácsonyfa, fenyőágra, kincsel békét a világra. Boldog békés ünnepeket! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Bodzának és Bíborkának, most pedig a kisoroszi iskolások műsora következik. Fogadják őket szeretettel! Jönnek itt az összeírásra, Augustus római császár parancsára. Torommal csőcselék, s előkellő nemes, csak olyat fogadjunk be, aki érdemes, olyat, aki gazdag, vagy aki hatalmas, hírünket növelni nagyon is alkalmas. Villogó aranytól duzzad az erszényem, ruhám bíborban szól. Meleg itt a prémem, van-e puha ágyad, jó-e itt a konyha, éjszakára szállás, van-e itt számomra? Hogy ne volna, uram, ajtó már kitárva, az ilyen vendégeket házam bárba várja. A közelembernek parancsolat büszkén szorom egy tartomány teljesítését. Ha lenne meg lázat, fordulj, nem egy szagadóban számomra van. A lázat tanító előtted a házak, azért hallom, Boki, hogy parancsolat várja. Látod, ez szép haja, szép ruhám, szép. Mindakik rám néznek, értékelik nagyon. Mikrofonban. Rózsa illatában.
rózsa illatával töltöm meg a házat, számomra fogadós van a helyen állva. Légy bejön, várlak nagy örömmel, veled hajlékomba csuda szépség jött el. Vestét fogadóznál az elegyen. Fárasztom hosszú útban, bizony megettem. Szegény fáradtás, kevésén is hálás, kisgyermeket várunk, annak kell a szállás. Áldjon meg az Isten, téged és a házad, és szintre akadik, ugye hely van nálad. Észnél légy, mit felelsz, nincs ezeknek pénzük. Kéréseteket mi nagyon jól megértjük, de nincs hely a házban. Oly sok most a vendég, talán az istállóban egy zugocska lesz. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek körben, gyertek, a kis Jézus megszületett. A kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja, két kezével áfolgatja, lábaival ingatatja. Köszöntelek titeket, pásztorok nevében, angyalszót hallottunk kinn a sötét éven. Sötét éjszakában csodafényességet láttunk, ezért jöttünk köszönteni téged, angyalok dicsőnek, Isteni tisztelnek. Tehát, vajon hoztunk jelét szeretetnek? Köszönjük, pásztorok, ezt a látogatást, az ég csodajelét, angyali látomásait. Oldalok előtted, királyok nevében, mindkett napfelettől csillag vezérel. Tudjuk, kicsi gyermek, királynak születél, királyok, királyok, örökre szerettél. Lábad elé tesszük a szépen ajándékát, aranyat, sörvényt, nyolcat, mentül az angyal, eljök hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menni, lássátok, Istennek fia, aki született, jászolban, ő lesz emléket, üdvözítőtök, valóban, valóban. Látom, semmit sem ér sok-sok múló kincsem, a szívemben Jézus békessége nincsen. Értem, ellenállt mindenki minden halálzatot kap, kegyelmet kap, minden halálzatot. Tudom már, unatok, minden földi szépség, kinek szíve tiszta, csak az igazán szép. Mekkorát tévedtünk, oly szép ez a gyermek, nagy dicsőségéről angyalkarok fennem. Már is milyen gazdag, mennyi kincset kapott, minden urak felett hatalma legnagyobb. Úgy sétálnak, bátor szehogy a legnagyobb, az egész világ. Csíz a marcsa megint, minden kincs csillogában. Előtted, valóbb bezárnak. Megnyitom most szívem, s befogadlak téged, fogadj be a mennybe, te adj üdvösséget! A kis Jézusnál egyenlőképpen imádják, imádják, a nagy Úristen, ilyen nagy jóért, mi
Köszönjük szépen az iskolások műsorát, most pedig Orosz Attila fog nekünk karácsonyi énekeket játszani tárogatón. Fogadják szeretettel! Szépen Orosz Attilának ezt a szép játékot, most pedig Vanyák Dóra szavalata következik, fogadják őt szeretettel. Adi Endre, karácsony. Harangcsendő, énekzendő, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden élet. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba, hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagy világ durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyereknek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget.
Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Köszönjük szépen Dórinak, most pedig megkérem Euler Gáspár plébános esperes urat, hogy mondja el karácsonyi gondolatait. Dicsőítessék, Jézus Krisztus! Jó estét kívánok, Gáspár atya vagyok. A karácsony az egy keresztény ünnep. Isten fia születését ünnepeljük. Ugyebár ez nem muzulmán ünnep, nem az ateisták ünnepelnek karácsonykor, hanem Isten fia születését ünnepeljük, mert ez az ünnep egy kicsit beszél, kicsoda az Isten. Mert hogy születik, hogy jön ez az Isten fia közénk? A Betlehem mindig mutatja, hogy jászolban, istállóban, koszban, büdösben, üldöztetésben, mert Isten nagyon szelíd. Isten belopódzik ebbe a világba, senkire nem kényszeríti rá magát. Ezért senkinek nem kell félni az Istentől. Ez nagyon jó hír, mert ha Isten szelíd, akkor lehet vele barátkozni. Akkor lehet hozzá közeledni. Heródes király Jézus idejében nagyon félt, mert politikus volt, hatalmas ember volt, pénze volt. Ő is azt gondolta, hogy Isten jön és elveszi a pénzét, elveszi a hatalmát. Ma is, aki így gondolkodik, az fél az Istentől talán. De a karácsony egy kicsit bemutatja nekünk, hogy nem kell félni, mert Isten nem veszi el a pénzünket, nem veszi el a hatalmunkat, és nem töri be az ajtót a házunkba, hogy ő van, tessék őre figyelni. De szelíden hív bennünket, hogy nézzük ezt az ajándékot, amit ő hozott Krisztusban, mert Isten a szeretet. Krisztusban az Isten megmutatja, hogy mit jelent szeretni. Karácsonykor mi szeretünk ajándékozni, de vajon ez a szeretet, egymást megajándékozni? Vagy mi a szeretet? Egy kicsit megbocsátani a másiknak? Igen, mindegyikből van valami a szeretetben, de Krisztus meghalt a kereszten, szeretetből mindannyiunkért. És a mennyei atya hatalmából föltámadt. Ezért látjuk, hogy ez a szeretet azt jelenti odaadni az életünket másoknak. Ezért ez a szeretet, ez mindenkié lehet. Ez nem a keresztényeké, nem a katolikusoké, nem a muzulmánoké, ez mindannyiunké. Mert Krisztusban újra lehet szeretni. Mert ha Krisztus meghalt és föltámadt, Isten visszaadja ezt a képességet nekünk. Mert szeretni azt jelenti, hogy odaadni magamat a másiknak, a családoknak. Egy apának egy kicsit meg kell halni, hogy a gyerekeit fölnevelje, mert le kell mondani csomó mindenről. Egy édesanyának bizony, ha szereti a gyerekeit, a családját, meg kell halni sokszor magának, hogy élet legyen ebből a halálból. Ez az Isten titka. Halálból föltámadás, élet. Ezért nagy ünnep a karácsony mindenkinek, mert a szeretet mindenkié. Azért örülünk mi is, mert a mi szívünkben is élhet ez a szeretet. Szelíden az Isten kopogtat, és hív bennünket fölfedezni őt, megtalálni őt, hogy ez a szeretet kiteljesedjék az életünkbe, hogy merjük adni magunkat egymásnak. Azért kívánom, hogy ez a karácsonyi ünnep segítsen bennünket egy kicsit a szeretetben lenni, valóban odafigyelni egymásra, lemondani a talán jogos érdekeinkről, örömeinkről, csak azért, hogy másoknak, a többieknek jobb legyen, a családnak, a falunak, a rokonoknak, a barátoknak. Isten bizonyára velünk van, megáll bennünket, és segít bennünket, hogy itt Kisoroszlyban is minden családban lehessen ez az áldott, békés karácsony. Kívánok mindenkinek a Jóisten áldásában, és a kis Jézus öröméivel és békéjével áldott karácsony ünnepeket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Gáspár atyának ezeket a kedves gondolatokat. Most pedig megkérem Pályi Péter református lelkipásztor urat, hogy ő is osztja meg velünk karácsonyi gondolatait. Hallgassuk nyitott szívvel, figyelmesen. Egy mesét hoztam önöknek, egy mesét.
egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, amelynek a központjában minden karácsonykor felállítottak egy koszorút, és rátettek négy gyertyát. És csend volt abban a faluban. Annyira nagy volt a csend körülöttük, a gyertyák körül, hogy aki arra járt, az hallhatta, hogy a gyertyák beszélgetnek. Azt mondja az első: én vagyok a béke. De az embereknek nincs szükségük én rám. Az emberek nem képesek engem életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc látszott. Az emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő békére. És megszólalt a második gyertya is. Azt mondta: én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartják a hitet. Fölöslegesnek tartanak engem, így hát nincs értelme, hogy tovább égjek. És a következő pillanatban már egy enyhe fuvallat is elég volt ahhoz, hogy kioltsa azt a gyenge hitet, ami még talán maradt. És szomorúan így szólt a harmadik: én pedig a szeretet vagyok. És az az igazság, hogy nincs már erőm tovább égni. Az emberek ugyanis nem törődnek velem. Azt gondolják, hogy a szeretet gyengévé és kiszolgáltatottá teszi őket. Nem tudják, igen, nem tudják, hogy milyen nagy szükségük van én rám. És ezzel ki is aludt. Hirtelen megjelent a koszorú mellett egy gyermek, és amikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: de hiszen nektek égnetek kellene. Égnetek kellene mindörökké. És elkeseredésében sírva fakadt. És akkor megszólalt a negyedik gyertya. És azt mondta: én vagyok a világ világossága. A világ világossága, aki eljött ebbe a világba, hogy minden embert világossággá tegyen, a világosság fiává tegyen, hogy az életet, a béke, a hit és a szeretet tartsa a kezében. És mindenki, aki megengedi, hogy az én fényem meggyújtsa benne a békei hit és a szeretet fényét, az életet nyer. Az addig síró gyermek szeme felragyogott, megragadta a még élő gyertyát, és lángjával életre keltette a többit. Tudod, hogy te azért születtél erre a világra, hogy befogadd ezt a fényt, Jézus Krisztust, akinek a születésnapját ünnepeljük ma, befogadd az életedbe, és magad is gyertyává légy, aki meg tud gyújtani egy másik emberben egy kialudt békét, egy kialudt hitet, egy kialudt szeretetet. Erre vagy elhívva. Mindannyian erre vagyunk elhívva. És ne féljünk ettől a feladattól, mert az is egy nagy igazság, hogy egyetlen egy gyertya sem veszít a fényéből, amelyik meggyújt egy másikat. Hát áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm.
Köszönjük szépen tiszteletes úr ünnepi gondolatait, most pedig megkérem polgármester urat, hogy ő is mondja el ünnepi beszédét, fogadják szeretettel. Hölgyeim és uraim! Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt hölgyeim és uraim! A sapka nagy hajrendező, nézzék el nekem, hideg volt, de mégsem akarok sapkában állni önök előtt. Az első, amit tudok önöknek mondani, a köszönet. Köszönöm, hogy itt vannak, hogy együtt lehetünk, hogy ismét Kisoszi megmutatta azt, hogy teli van értékkel, örömmel, boldogsággal, odaadással, munkával. Három karácsonyi ajándékot kaptunk így év végére. Itt áll az a két autó, a fővárosi vízművek támogatásával, a mezővi autó és a falugondoki autó. Megült az autóparkunk, 20 éves öreg csotrogányokkal jártak eddig a fiúk a közösséget szolgálva. Íme az új autóink, és a harmadik, az pedig a postánk, amit a Magyar Posta ZRT jóvoltából megújítottak, kívül és akadálymentesítették. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, a köszönet tovább folytatódik. Köszönöm mindazoknak, akik ebben az évben szolgálták, mint a képviselőtestület és jó magam is ezt a települést dolgoztak. Fáradhatatlanul az eredmények egyértelműek, és ez mindannyiunk öröme. Mindig újabb és újabb emberek jönnek be, és mindig újabb és újabb emberek ajánlják fel a segítségüket. Ez Kisoszi egyik hatalmas nagy ereje. És azoknak is köszönöm, akik támadtak bennünket, mert voltak ilyenek. Ütöttek, vágtak engem is, ezáltal a települést is. Köszönöm nekik, hatalmas tanulság, az egyik legnagyobb tanulság számomra, hogy amit ők csináltak ebben az évben, az azt jelenti nekem, hogy hogy nem szabad élni, és hogy nem szabad gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm nekik, várom jövőre, és ezt megcsinálják, hogy tanuljunk belőle, okuljunk belőle. Hölgyeim és uraim, az utóbbi hónapokban nagyon komoly közgondolkodás, vita és egyetértés volt egy embernek a személyével, aki megérkezett újra hozzánk, segít. Ezt az embert úgy hívják, hogy Molnár Csaba. Molnár Csaba négyszer három évig volt, tehát három cikluson keresztül volt Kisoszi község polgármestere, hatalmas tudással, hatalmas kapacitással, tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerrel, és ő önzetlenül bejött hozzánk, hogy segítse. Nem kér érte pénzt, nem kér érte semmit. Segíteni akar a településünknek. Ennek van egy előképe, csak hogy mindenki képben legyen és tisztán lásson. Hiszen voltak erről mindenféle össze-vissza viták, vélemények, teóriák. Volt egy megbeszélésünk, négy szem közt, egy két órás megbeszélésünk az újvári műteremben. Négy óra volt a múlt, becsuktuk a múlt könyvét. Egy és három négy óra volt a falu és a jövő. Hölgyeim és uraim, már eddig is látszik a munkájának eredménye, többek között a két autóban is, és rövidesen történelmi bejelentést fogunk tenni, Kisoszi életében legalábbis történelmit. Úgy érzem, hogy vele is, és a testület tagjaival is, a képviselőtestület tagjaival is rendkívüli jövő év előtt állunk, de nem akarom ezt most előre elkiabálni, hiszen még papíron, írásban nem látjuk, de úgy tűnik és úgy látszik, hogy ameddig béke van a világban, legalábbis hazánkban, és épít a haza, addig itt nagy baj nem lesz, és ránk is betül Kisoszi szép és jó jövőre, de ilyenek a magyarok, hogy mondja Pista is. Igen, hölgyeim és uraim, abszolút pozitív, amit látok előttünk, és azonnal szólnék önöknek, hogyha ez megváltozna és negatív lenne. Hozzáteszem, mivel Jézus Krisztus születését ünnepeljük, és már nem akarom sokáig húzni az időt, hiszen hideg van, és nem sokára vár ránk a vacsora, és még van előttünk számos program, hogy ez nem csak Molnár Csaba a képviselőtestület, vagy akár az én erényem, hanem talán az a kis emberke, akit ott szimbolizál, az a kis bábú,
az a kis ronybábú ott a jászolban, ő is benne van ebben, nélküle meggyőződésem, hogy ez nem sikerült volna. Hölgyeim és uraim, boldog karácsonyt önöknek, és most következik a számomra legkedvesebb kisrosszi karácsony esemény, a babakötények átadása. Megkérem Koványi Dávid alpolgármester urat, illetve Belde Károly képviselő urat, illetve Hurainé Szabó Mónika általási intézőnket, hogy jöjjön fel a színpadra, hogy adjuk át a babakötényeket. 8 babánk lett az idejében, és ez megint egy csoda. 8 gyermekünk lett, hölgyeim és uraim, és most átadjuk a babakötényeket. Megkérem Hurainé Szabó Mónikát, hogy adj ide a papírt. Benedek Károly képviselőt, a Szociális Bizottság elnökét arra, hogy adja át a kötvényeket. Először is Hatházi Hanga Eszter, anyukája neve Varga Eszter Ildikó. Kérem, jöjjenek föl! Tapsot kérek szépen gyönyörű babánknak! Ha esetleg nincsenek itt, eljutatjuk nekik természetesen. Hatházi Hanga Eszter, Varga Eszter Ildikó. Megkapják természetesen. Második gyermekünk, Lovas Máté, anyukája neve dr. Korga Sára. Anyukája, a nagymama vegye át. Mindjárt jönne. Oké, harmadik gyermekünk, Pákai Pap Zente, anyukája neve Pap Szilvia. Kérjük szépen a szülőket, valakit, ha itt vannak. Ha nem, eljutatjuk. Köszönöm, hogy megtapsolják ezeket a tündéri újszülöttjei. Negyedik gyermekünk, Berekméri Bácskai Mia, anyukája neve Bácskai Zsuzsanna. Itt vannak ki. Itt van. Édesapa érkezik, Berekméri úr. Engedelmükkel megölelem ezt a kiváló embert, fogorvost. Tehát Berekméri Bácskai Mia, édesanyja neve Bácskai Zsuzsanna. Isten éltesse őket. Ötödik gyermekünk, Dudok Anna Margaréta, anyukája Compoly Dóra Stefánia. Kérem szépen a szülőket. Isten éltesse őket. Itt az anyuka, Compoly Dóra Stefánia. Azt mondják, hogy ez a kislány lesz az én menyem. A János fiam felesége, még az is lehetséges. Gratulálunk. Gratulálunk, János, legyél ügyes. Hatodik gyermekünk, Villányi Milla Daniella, anyukája neve Pataki Barbara. Nincsenek itt, mondja alpolgármester úr. Hetedik gyermekünk, Cikora Annabella, anyukája neve dr. Kónya Beáta. Kérjük szépen, édesapa érkezik. Cikora Zsolti, gratulálunk, éljen Cikora Annabella, és itt a nővére is. Nővérke helyesbített, azt mondta, hogy nem Annabella, hanem Annabell, tehát Cikora Annabell, Isten éltesse őt. És nyolcadik gyermekünk, Berkesi Liza, anyukája neve Péli Csilla. Kérjük szépen, hogy jöjjenek fel a szülők, és gratulálunk nekik. Amennyiben Lovas Máté megérkezik, majd természetesen őt is itt a színpadon köszöntjük, de gratulálunk most Berkesi Lizának, anyukája neve Péli Csilla, aki éppen itt van, és most fogom megölelni. Gratulálunk. Édesapa, boldog karácsony minden kicsin gyermeknek és a szüleiknek, édesapjuknak és édesanyjuknak. Tehát várjuk dr. Korga Sára kislányát, Lovas Mátét. Hölgyeim és uraim! Akkor a nagymama veszi át a díjat. Ugye, az mi általunk jól ismert és szeretett. Itt van az anyuka, megérkezett, jól van. Akkor Rita tanárnő, megkérünk, hogy fáradj le a színpadról, és érkezik az édesanyja, dr. Korga Sára. Lovas Máté édesanyja, gratulálunk Mátének. Lovas Máté alszik, azért nincs itt velünk. Gratulálunk. És akkor az általam leginkább szeretett kisbaba kötvények
után következik egy fontos díj, minden évben kiosztjuk. Ez Kisoroszi portálja 2016 díj, megkérem alpolgármestert, hogy adja át. György János futó. Bocsánat, de karácsonyban jó kedvünk van. György Jánosra kérjük szépen a színpadra, az ő háza lett a Kisoroszi 2016 évportálya, Kisoroszi portálya díj. Ez a Dunaparton, Kisdunaparton van az ha valaki esetleg nem tudná, az a nagy tőtámpal, három nagy kapuval, és fölötte Szili Boldizsár építészmérnök által tervezett bővítés, ami mintaszerű és Kisoroszi dísze, rangja és öröme. Úgyhogy gratulálunk György János úrnak, és boldog karácsonyt kívánunk a családjának. Köszönöm szépen, de egy picit a mikrofont adja, ne csak az elek beszéljen, én is hagyd mondjak egy pár szót. Ez a ház, ez a Kisoroszi embereknek a munkája, és a Boldinak külön megköszönném, és a Vasingre csapatának, akik tulajdonképpen az egészet csinálták, úgyhogy én nekem, szerintem nekem a legkisebb érdemem az övék, úgyhogy tapsoljuk meg a Vasindrét, meg a Boldit is. Köszönöm szépen! Megérdemlik. Hölgyeim és uraim, Szili Boldizsárral sem vagyunk túlságosan jóba egyelőre, de ahogy a Molnár Csabával is kisimult ez a bizonyos két év, három-négy évig tartó hogy is mondjam, csak ördögtől való elmebaj, ez is ki fog simulni, úgyhogy én Szili Boldizsának nem sokára békejobbot fog nyújtani, el fogja fogadni, biztos vagyok benne, és Szili Boldizsár építészmérnök úrral is az emberi és a Jóisten által adott viszonyba fogunk kerülni. Én kész vagyok rá, készülünk erre a dologra. Úgy láttam, hogy itt van a apukája is, és itt vannak a rokonai is, húga, és édesanyja, és a sógora is, úgyhogy Szili Boldizsárral rövidesen kezet fogunk, és Kisoroszban mintát és példát mutatunk arra, hogy a legmélyebb mélypontból is van fölállás, és kérem szépen önöket, hogy ezt kövessék példának. Nem szabad rokonoknak, szomszédoknak, egyebeknek veszekedni, nem csak karácsonykor, egyébkor sem, de most fogunk mintát és példát mutatni erre önöknek. És következik a díszpolgári címünk utáni legfontosabb díjunk, amit engedelmükkel én adnék át a díjazottnak. Kisoroszi emberek 2016 díj. Egy olyan emberről van szó, aki már réges-régen megérdemelte volna, de valahogyan most került rá sor. Egy rendkívül és kiváló emberről van szó, akit ha bármikor megkértünk, mindig segített településünkön, mindig oda tette magát, nem is akármilyen módon. Hölgyeim és uraim, Kisoroszi emberek 2016 díj kitüntetettje, Harmad Mihály úr! Kérem szépen Harmad Mihály urat, hogy fáradjon fel a színpadra, és vegye át Kisoroszi emberek 2016 díját. Áldja meg az Isten ezt az embert, és boldog karácsony neki. Vörös György képviselő úr, öleli meg joggal és méltán. Nagyon régi járt volna neki ez a díj. Eljött az idő. Mihály! Áldott karácsony! Nagyon szépen köszönjük. Na nehéz erre mit mondani. Régóta járt neked ez a díj. Misi. Boldogok vagyunk. És karácsony van. Isten éltessen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a több hosszú-hosszú éves munkádat. És hölgyeim és uraim, nincs más dolgom, mint fölhívni Száraz Timit, és ő elmondja önöknek, hogy nagyon-nagyon finom ételekkel, finom falatokkal és jó italokkal várjuk önöket, de ez már legyen az ő dolga. Köszönöm szépen, és köszönöm Száraz Timinek is, hogy mindig segít, és mindig lehet rá számítani, és egy kiváló és gyönyörűséges hölgy. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljöttek. Áldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk, és szeretettel várunk mindenkit vacsorára, illetve forralt borral és teával is kedveskedtünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek. Áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek. A mikrofont kérem szépen még. Boldog karácsonyt, Kisoroszi! Áldja meg az Isten mindannyiunkat!